Halló, halló! Helló, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Ha csütörtök, akkor prog 1, mégpedig csütörtök 10 óra, úgyhogy nyomjuk a prog 1-et, legalábbis folytatjuk. Sziasztok, jó reggelt! Pörögjön a jelenléti év, de van a e-learningen is, elvileg az is működik, úgyhogy azt is pörgethetitek. Mindegy melyiket, valamelyiket. Jó, úgyhogy ez is működik. Szóval folytatjuk így a könyv újra átnézését, Savas Master of Quick Chat. Tehát folytatjuk a könyv elejét, úgymond, hogy meglegyen az is. Nyilván átbeszélgetjük, esetleg, hogyha van kérdés, akkor azt be lehet dobni. Nagyon fontos, hogy most rápillantottam Norbinak a vodjaira. Tényleg azokat is mindenképp nézzétek meg. Tehát függetlenül attól, hogy nálam vagytok laboron, én ezt a dolgot úgy kezelem, hogy programozás tananyag, akkor azt meg kell nézni. Jó? Tehát mindenképp nézzétek meg. Szerintem ez most, ami ott történik, az baromi izgalmas. Ez a elkezdte, ha jól látom, ezeket a boostos típusokat használgatni, meg ott hackkelgetni. Szerintem baromi jó. Én nekem annó is nagyon tetszett, amikor a robotautó rendszerbe csinálgatta azokat, és ugye én nekem is használnom kellett, mert a doktori disszertációm részben arról szól, és ott kellett hackkelgetnem azokat a típusokat. Szerintem baromi izgalmas, meg tényleg mindenképp jó azokat megnézegetni, meg megérteni, mert tényleg baromi jó library maga a boost is. Hát a dokumentációját engedjük el, nézzük forrásban. Jó, tehát az a biztos, de mindenképp nézzétek meg, mert szerintem tényleg baromi jó használható maga ez a Boost Library, meg tényleg amit Norbi csinálgat, szerintem az is baromi izgalmas. Jó. Okés. Az, hogy a védésekkel hogy állunk, egy kicsit aggaszt, már olyan értelemben aggaszt, hogy ugye, hát külditek szépen, de azért nem pörgetitek túl. Lassan kezdek félni attól, hogy nem lesz idő megnézni a videókat. Mármint úgy értve, hogy van még 2 hét a szorgalmi időszakból, jó lenne annak a végére megkapnám mindegyiket. De hogyha mindenki küld egy 1 órás videót, ne küldjetek a 1 órás videót, csak hogyha nagyon muszáj, akkor lassan fizikailag nem lesz idő végignézni. Jó, tehát ugye hát bő 2 hét van most, ha a hétvégét is hozzászámolom, és hát az nem valami sok. Jó? Úgyhogy küldjétek minél hamarabb, és most már próbáljátok meg úgy tömören megfogalmazni. Hát vagytok nálam 89-en, ezt most néztem meg, és hát olyan nagyon kevés van, aki már mindkettőt küldte, és el is fogadtam, tehát mondjuk olyan 5-6-an vagytok. Jó, tudom, hogy a malmöve is ki lehet váltani, meg ilyesmi, tehát az akkor nyilván könnyebbség lesz nekem is, de küldjétek a videókat minél hamarabb, mert fizikailag nem lesz időm végignézni. Jó, okés. Egyébként a könyvelés legyen rendben, tehát ugye ez a kurzus adminisztráció, ugye szóltam már többször is, hogy van ott, akinek még nem látok GitLab linket. Nyilván a jövő héten ki fogok küldeni majd egy e-mailt, hogy ki az, aki bukásra áll, mert nekünk ezt ki kell küldeni, de szerintem ti is úgy nagyjából tisztában vagytok vele. De mindenképp töltsétek azt a kurzus szintű adminisztrációs felületet, mert az alapján tudok én is eligazodni. Így van, Master of Quick Chat. Küldjétek, amikor kész van, de minél hamarabb. Jó? Mondom, ha most 90-en elkülditek az utolsó héten, hát hány óra van egy héten? Jó? Tehát 168 óra egy hét. Tehát nem fog mindenki beleférni fizikailag. Jó, okés. De mindkét a utolsó hét a határidő. Jó. Mondom, aggódni azért ne aggódjatok, mert a kicsit becsúszunk a vizsgaidőszakba, az nem olyan nagy tragédia, de ne csúszunk már be, jó? Inkább azt tartsuk meg a védéseknek, meg én is elkezdeném már a hobbi projekteket tolni itt Twitch-en is, meg egyébként is.
Jó, okés. Szerintem így bevezetőnek én ennyit. Lassan itt van mindenki, aki szeretne itt lenni. Úgyhogy folytassuk is a könyvet. Ami hétfőről elmaradt, időhíján, az a 1.3. Most gyorsan itt fölvillantom a könyvet. Ugye itt látszik a könyv, és itt vagyunk az 1. 3-nál. Ez az, ami kimaradt. Jó? Na most ezeket a forrásokat én már föltettem, amit írtunk. Jó? Tehát ezt az én repomba megtaláljátok. És akkor most folytatnánk a labdapattogtatással, és pörgetnénk tovább ugye a Chomsky-t, tehát így a lexikális elemzőket, tehát ezt a legszeres példákat, meg itt a források olvasását. Jó? Hát meglátjuk, hogy mennyi fér bele ma. Igyekszem pörgetni minél jobban, hogy haladjunk is. Oké, és rendben van, rendben van. Jó, na hát akkor labda pattogtatás, ugye mit kell csinálni? Tudjuk, hogy hogyan is kéne, hogy kinézzen ez a dolog. Sokan megcsináltátok, megnéztem, alapvetően jó megoldást adtatok. Amit itt látni kell, az, hogy itt a terminálon szépen pattogjon a labda. Hát erre majd nyitok egy külön terminált, mert hogy látszódjon rendesen. De akkor ezt írnánk most meg. És akkor hát így nulláról a kurzusban már megszokott módon, úgymond. Jó, hát mi kell ehhez? Ugye nyilván zsákmamacskát azért nem árulok, ugye ezt a Curzis headert fogjuk használni, és ennek segítségével fogjuk ezt a feladatot elkészíteni. Ez a lép tulajdonképpen arra szolgál, hogy a terminálunkon ilyen grafikus elemeket jelenítsük meg. Hát egy kicsit olyan furán hangzik ez, de tulajdonképpen igen. Hát most nem akarok hülye példát mondani, de azért mondok egy hülye példát, nehogy anélkül maradjunk így a héten. Én emlékszem még, hogy voltak ilyen számlázó programok pizzériában, meg ilyesmi, ami ilyen parancsol, ilyen terminálban működött, és akkor ott kattingattak a népek. Hát egyébként ez mai napig is sok helyen még azért látok ilyesmit, hogy fő van dobva valami Windows 98 vagy ilyesmi, és akkor annak van nyitva valamilyen ilyen parancsora, vagy nem is tudom micsoda, és akkor ott lehet ezt hackelni. Na most, tehát ott mit tudom én, írja a számlát, főveszi a rendelést, ilyesmi. Nyilván így 2020-ban ilyet látni, ez katasztrofális, de még mindig van. Na, valami ilyesmire kell itt gondolni, de azért nem teljesen. Jó? Tehát az, hogy az Encursys mire lehet használni. Nyilván azért vannak a korlátai, bár mondjuk lehet, hogy Zenkőzis már sokkal fejlettebb, mint régebben volt. Én nem nagyon szoktam használni, de ezt a labdapattogós feladatot aránylag könnyű benne elkészíteni. Jó, dokumentáció nekem itt nyitva van, ha gondoljátok, ti is nyissátok ki magatoknak. Nem azt mondom, hogy rossz a dokumentációja, de azért a jó nem ilyen. Nagyjából ki lehet rajta igazodni, meg azért elég sok példát lehet találni. Jó, úgyhogy én azzal kezdeném, hogy itt el is mentem. Így ez a sima labda.c, és akkor kezdjük is el írni. Már most beinkludolom ezt a headert, csak hogy ne felejtsük el. Hát egyelőre szerintem más nem fog kelleni, de ha igen, akkor azt majd betesszük. Jó, és akkor a szokott módon nyomunk egy main-t. Na most itt a code completion az már is csinálja nekem a programot. Hát parancsori argok most nem fognak kelleni, illetve hát most még return se fog. Tudom, ez így nem a legszabályosabb, de úgy se fogja elérni a vezérlés a return nullát, mert egy végtelen ciklusba fogjuk ezt a dolgot beszervezni. Na és akkor az első dolog, amit kellene így csinálni, hogy inicializálnunk kéne ezt a kis terminál ablakot. És ezt egy ilyen window nevű struktúrába fogjuk megtenni. Ez a window nevű struktúra, ez a ablak,
Ez a Windows nevű struktúra, ez ugye a Encursys-ben van. Nézzétek meg, hogy pontosan miket tartalmaz, majd így el fogjuk tudni kérni a terminálnak az aktuális méretét, meg oda rajzolgatni, meg ilyesmi. De egyelőre elég lesz nekünk ez, és akkor ezt a ablakot kell nekünk ezzel az init screennel inicializálni. Jó? Hát ez majd szépen fogja nekünk csinálni, amit kell. Na, és akkor kellenének nekünk változók, ugye ami a egyrészt a labda pozícióját fogja tartalmazni, mert majd lesz nekünk egy olyan egy print függvényünk, ez a MV print, igen, MV print V, ami tulajdonképpen ezt a labdát ki fogja nekünk printelni, most ilyen furán hangzik, de ki fogja printelni nekünk a terminálba. Úgyhogy vegyünk is föl két változót, hát praktikusan int x és y, ugye az xy koordináta, hogy hova rajzoljunk, illetve majd kelleni fog nekünk két változó, ami majd a terminál aktuális méretét fogja tartalmazni. Ez ugye azért fog kelleni nekünk, mert majd ugye, hogy ne menjen ki a labda a terminálon kívüli, tehát ez lesz a max x, max y, hogyha szabad így fogalmazni. Jó? Oké, és akkor még egy ilyen segédváltozó, csak hogy ezeket a magic konstansokat igyekezzünk kerülni, hogy ugye, hogy mennyivel növeljük mindig a x-et és az y-t, tehát ez a x növel, y növel, hogy mindig egyel fogjuk léptetni. Jó? Mondom, csak ilyen hát adminisztratív tulajdonképpen nagyjából. Jó, oké. Na és akkor nézzük magát a ciklust, hogy itt mit fogunk csinálni. Ugye indítunk egy végtelen ciklust, amibe fogjuk ezt a labdapattogást írni. Na most csinálhatnánk ezt többféleképpen. Most mi ifekkel fogjuk megcsinálni, mert az gyorsabban megvan, meg ott nem kell annyit agyalni. Alapvetően ugye a feladat kitér a if nélküli változatra is, tehát kéri, de azon gondolkodjatok ti el, én nem akarom itt húzni ezzel az időt, mert azon agyalgatni kell, hogy akkor most hogy is, ott ilyen moduláris modulóosztás, meg ilyesmi, én azzal most nem foglalkozok, sima if-est megírjuk, hogy lássuk, hogy működik ez a Cursys header. Jó, de az if nélküli, mert most én nem akarnék túl sok időt tölteni. Jó, na és akkor ugye első lépésben érdemes szerintem elkérnünk az ablak méretét. Azért itt a cikluson belül csinálom, hogy dinamikusan tudjuk változtatni minden egyes lépésbe, tehát hogyha átméretezzük az ablakot, akkor se halljon meg a dolog. Tehát akkor itt van nekünk ez a getmax yx függvényünk, ez is a Cursys header-ben van, és akkor ezzel el tudjuk kérni konkrétan a terminál méretét. Ugye el kell neki dobni ugye ezt a ablak struktúrát, mert ugye ebbe van tulajdonképpen inicializálva. És átdobjunk neki ugye ezt a két változót is. És akkor itt szépen ez meg fog nekünk jelenni. Nyomunk egy clear-t, hogy frissítsük a screen-t, vagy hát kitörőjük a screen-ről, ami rajta van. Ez a sima clear tulajdonképpen. És akkor ide elkezdhetjük rajzolni már magát a labdát. Tehát akkor nyomjuk ezt a mvprint, hogy is van, mvprint v, és akkor ugye első paraméterbe meg kell adni az egyik koordinátát, aztán a másikat, és aztán egy valamit, hát most legyen egy 8-as, egy karaktert, amit ki akarunk rajzolni. Jó? És akkor ez lesz tulajdonképpen a mi karakterünk, és akkor ez fog körbe-körbe venni, ez lehet egy nulla, meg akármilyen string tulajdonképpen, de most egy sima 8-ast fogunk. Jó, na most rajzoltunk, ezért érdemes a screen-t refresh-elni. Hát, hogy mi a különbség a clear meg a refresh között, igazából a clear kitöli a refresh, meg update-eli a terminált. Nézzétek meg doksiba, hogyha ha érdekes, nem biztos, hogy ez most olyan fontos itt nekünk. Jó, és ugye amit még érdemes lenne, ugye, hogy sleep-eltetni egyet. Na most a sima sleep az, hát éppen még az is jó lenne, csak az
akkor mindig elfelejtem, hanyadik lapon van. Az ugye másodpercet alszik, és az ugye egy kicsit lassúcska lenne. Tehát olyan lassan, lassan lépegetne, mert ráadásul intet vár paraméterül, tehát még az se lehet, hogy fél szekund, tehát hogy 0,5-öt írunk be. Hanem akkor nézzük meg a U-sleep-et. Ugye a U-sleep pedig, hogy is vagyunk, azt mondja, hogy az mikroszekundumokat fog aludni. Jó. Hát igen, akkor ezt fogjuk használni most. Tehát akkor mikroszekundumokat alszunk. Így van. Hát mennyi legyen mondjuk 10.000 mikroszekundum. Ugye? Hát legyen 100. Mindegy, meglátjuk, majd kipróbáljuk, hogy, hogy ez mennyire pörgeti itt a lastinkat. És akkor jöhet az, hogy, hogy növeljük is ezt a dolgot. Tehát egyszerűen csináljunk annyit, hogy ez a x plusz egyenlő x növel. Jó, hát ez szépen egyesével fogja növelni, és csináljuk meg ugyanezt a y-nal is. Jó. Na, és akkor ugye alapvetően maga a mozgás már meg is van, viszont még kellene nekünk ugye a limitek. Ugye? Tehát kellene nekünk az, hogy, hogy, hogy ne menjen ki az ablakból, és akkor nyilván itt a felső és oldalsó limiteket kell majd nekünk állítani. Tehát akkor nyilván itt most elkezdünk egy kicsit ifezgetni. Tehát egyrészt ugye kell nekünk az, hogyha az x az nagyobb, mint a mx mínusz 1 mondjuk. Tehát hogyha mondjuk elérte a falat, de mondjuk legyen mínusz egyenlő, vagy nagyobb egyenlő, bocsánat. Tehát, hogyha elérte ugye a, az egyik falat, vagy eléri ugye a másik falat. Hát, legyen ez is kisebb egyenlő. Jó, tehát eléri a másik falat, ugye. Akkor fordítsuk meg ezt a növelést, tehát itt váltsunk egy előjelet. Jó? Mert azt átváltjuk mínusz egyre, akkor ugye szépen elindul visszafele, tehát a másik irányba. Tehát akkor csináljuk azt, hogy ez az x növel, ezt szorozzuk meg mínusz egyjel. Jó, hát egész egyszerűen előjelet váltunk, semmi különös. Jó. És akkor csináljuk meg ugyanezt tulajdonképpen y-ra is. Tehát egyrészt az, hogyha ez az y eléri az egyik oldalt, vagy pedig eléri a másik oldalt. Ugye ez pedig az my mínusz 1. Hát lehetne nulla is, csak akkor talán kilógna, ha jól emlékszem. Jó, akkor ebbe az esetbe itt is váltsunk egy előjelet. Oké, és még talán jó is lesz. Szevasz Kájusz, kicsi késés még belefér. Jó. Na, de akkor nézzük meg, hogy, hogy mi a helyzet. Hogy egyáltalán működik-e, mert ez közel kérdéses. Aha. Hát még lehet, hogy kell majd a U-sleep, mert az a körzisben nincs benne. Hol van a U-sleep? Mi STD? Copy-paste mindig kéznél van. Egyik matek oktató mondta mindig, hogy a... Lehet, hogy ti is tudjátok, hogy kiről van szó, hogy a Gauss elimináció az olyan, mint a szalonna. Bármikor elő lehet venni. Ilyen a manuállap is, meg a copy-paste. Jó. Na de nézzük akkor, hogy... hogy hogyan is állunk. Fordítsuk le. Jó. Ugye az n-körzist ne felejtsük el kézzel belinkelni. Körzis. Jó. Még a végén elsőre működni fog. Most egy kicsit a terminálon húzok, hogy látszódjon.
hogy ne legyen olyan fura. Oké, és akkor lássuk, hogy működik-e. Hát úgy néz ki, hogy működik. Hát igen, ez a mínusz egy, ez kicsit megzavarja a jobb oldalon, de jó. Kazárd, ugye? Diszkrét matekot tanított a fickó, szerintem még most is, csak már nyugdíjas, csak így visszajár oktatni. Na. Ennyi lenne a feladat igazából. Nyilván ehhez tudni kell, most nézzük meg, hogy egyáltalán az átméretezés működik-e. Igen, Mentol, ő az. Na, működik? Tökéletes. Működik átméretezve is. Na, szuper. Oké is. Nyilván ugyanezt meg lehet írni. Ctrl-C-be barbár módon kilövöm. Ugyanezt meg lehet írni ugye ifek nélkül, sőt meg is kell, a feladat kéri, de mondom, én ezzel nem akarok most időt tölteni. Itt jöhetnek ilyen matekos operátorok, meg ilyesmi. Tehát igazából azon egy kicsit gondolkodni kell, hogy hogy vannak. Én őszintén szólva, tehát nyilván értem annak a feladatnak a célját, tehát az, hogy gondolkodjunk, egy kicsit programozzunk, de valóságban biztos, hogy nem oldanám meg, mert ez így egyszerűbb, meg szerintem sokkal olvashatóbb, sokkal egyértelműbb. Jó. Igen, Flor, tudom, 5 órától. Tegnap este néztem a felvezetést. Amit alapvetően nem derült ki semmi, de legalább néztük. És várom egyébként nagyon. Bár jó lenne játszani a korábbi részekkel is. Oké, és na. Akkor ezzel a labdával kapcsolatban van esetleg kérdés, hogy bármi nem világos esetleg. Mondom, ezek mind a Curzisnek a beépített függvényei. Itt egy struktúrába dolgozunk, és akkor odaírjuk ki a terminálra. Hát igen, Flor, de még ez idő kell. Mikor jelent meg az előző? 2008 ősszel, azt hiszem. Azért az még közel van. Na, rendben van. Akkor menjünk is tovább, hogyha esetleg van kérdés, az dobjátok be menet közben. Itt figyelem a Discordot is, ha esetleg odaírnátok, de nyugodtan jöhet ide a chatbe is. Na, menjünk tovább, és akkor ezt a labdát, ezt föl fogom tenni majd a repóba, nyilván ezt is, meg minden másik feladatot. Oké is. Na, hoppá. És akkor nézzük a következő fejezetet, ugye következik a Chomsky, annak az első feladata, az a első labor feladata a hivatkozási nyelv. Na most én itt a Kernigericsi könyvet nem fogom fölvillantani, hogy ott kéri hogy definiáljuk a C-utasítás fogalmát. Ezt én nem akarom, mert nyilván ilyen szerzői jogi dolgok, meg ez az amaz, tehát nem akarom a könyvet fölvillantani, már hogy a Kernigericsi könyvet, de nyilván nektek megvan, és akkor abból ki kéne, hát nem másolni, hanem szépen ki kéne írni a C-utasítás fogalmát. Jó? Ebbe benne van. Oké. Most csak a feladat második részét fogjuk, ami azt kéri, hogy mutass be egy olyan kódcsipetet, ami adott C-szabványnak megfelel, viszont másnak nem. Na most mi ennek a feladatnak a célja, úgymond, hogy nyilván ezek a programozási nyelvek is fejlődnek, új feature-ök kerülnek be, új dolgok, hát ugye C++ 11 ez egy remek példa erre, vagy akár a 14-17, ugye most jött már ki a 20, elvileg már az is kint van, de lehet, hogy még az csak így szabványosítás alatt, most ezt nem tudom pontosan. Mindegyikben jön valami új feature, hát C++-ban 11 volt, ami szerintem nagyon sokat hozzáadott a nyelvhez, de jöttek nagyon jó feature-ök a 14-be, 17-be is. Most erre nem térünk ki. Szóval fejlődnek ezek a programozási nyelvek is. Nem az van, hogy kiadták a C-t is 89-be, és akkor az úgy fixen, sőt, még szerintem hamarabb, mert talán az első verzió 78-ba jött ki. Mindegy, nem történelmórán vagyunk. A lényeg, hogy ezek új
dolgok, és nyilván ezek az új dolgok maguk után vonják azt is, hogy a nyelvtanon is változtatni kell, tehát ami a programozási nyelv mögött van, nyelvtani szabályrendszer, azon is változtatni kell. Csak mondok egy példát, C++ 14-be jött be, azt hiszem az autótípus C++-ba. Addig ez a szó, ha jól tudom, nem szerepelt kulcsszóként a nyelvben. Tehát ez, hogy autó. Jó, nyilván ez a nyelvtant meg kellett változtatni, tehát alakítani kellett a nyelvtanon. Oké. Na és akkor nyilván azért is van ez itt, mert a tematikában van egy ilyen rész, hogy foglalkozni kell ezekkel a nyelvvel kapcsolatos dolgokkal, ilyen lexikális elemzés, meg hivatkozási nyelv, meg nem is tudom pontosan már, hogy szerepel, de a tematika kéri. Jó, és akkor nyilván itt a célutasítás fogalmát definiálni egy ilyen viszonylag egyszerű dolog, végig gondolni meg kell nézni. Jó? De nyilván mi programozók vagyunk, tehát azért olyan túl sokat ne rugózzunk ezen, inkább nézzünk egy ilyen nagyon egyszerű kis példát, hogy mi is itt. Na most én tényleg egy nagyon egyszerűt fogok, és ezt a forrást még fogjuk majd használni, amikor a... Sőt, lehet, hogy azt akkor át is ugrunk arra a részre, de majd mindjárt ezt megbeszéljük. Jó? És akkor nézzünk egy ilyen nagyon egyszerű kis példát. Hát, legyen benne kiíratás, miért is ne. És akkor egy ilyen... Hogy is csináltuk az előbb? Igen. És akkor tényleg csak egy ilyen nagyon egyszerű kis dolgot megvalósítanánk. Megint nem kell parancsori argumentum. Hanem csak annyit, hogy egy egyszerű kis for ciklust írnánk ide, ami szemlélteti nekünk ezt, és itt lenne egy valami kiíratás, hát írjuk ki simán az i-t, jó, aztán visszatérünk nullával, jó, és hogyha erre rápillantunk, hogy itt mi történik, más nem kell szerintem. Hát fordítsuk vollal, mert ez majd később fog kelleni. Jó, nyilván a programunk fut, lefordul, viszont hogyha korábbi szabvánnyal akarjuk fordítani, akkor jelzi nekünk rögtön, hogy ez a szabvány itt nekünk nem jó. Jó, tehát igazából ennyi lenne ennyi lenne itt a feladat, de itt rögtön írja is nekünk, hogy mi a gond, hogy ez a... hogy a for loopon belül itt változót deklarálni nem lehet. Jó? És akkor ugye erre az a megoldás ennek a dolognak, hogy itt kívül deklaráljuk, itt pedig csak használjuk. Hát az, hogy mi a különbség, nyilván alapvetően most mindegy. Nyilván az, hogy belül deklarálunk változót, abban az a poén, hogy ez itt csak a scope-ban lesz benne. Jó, tehát csak itt ebbe a fornak a szkópjába. Jó, de itt rögtön látunk, ez egy remek példa erre, hogy hogyan lehet ezt szemléltetni. Aztán itt jöhet az egysoros komment, többszoros komment, itt a bull, meg nem is tudom, hogy mik jöttek be. Van is egy oldal, ami ezt így elég jól felsorolja, hogy mik ezek, meg akkor a C11 szabványban mik jöttek be ilyen névtelen uniónok, meg ilyesmi. Hát ezekre most külön nem térnék ki, mert ott már bonyolítaná a dolgot egy kicsit. Nyilván idő hiány nem akarok ezzel most olyan mélységébe foglalkozni, de ez egy nagyon jó szemléltető példa. Egyébként ugye C-be kéri, de C++-ba is nyugodtan készíthettek ilyeneket. Jó. Akár ilyen lambda kifejezésektől kezdve, hát nagyon sok minden van ott is, amit lehet, emeli a könyvnek a színvonalát. Jó? Kérdés van ezzel kapcsolatban? És akkor nézem a chatet. Flor, sajnos még mindig nem volt időm megnézni utána nézni a Valorant anti-cheat rendszerének. Azt tudom, hogy a Windows-ba elég masszívan beépül. Nem tudom, hogy feltétlenül szükséges ez. Nyilván a Riotnak a fejlesztői így látták jónak. Szerintem a LoL kapcsán ők elég sok rutinra tettek szert ilyen anti-cheat meg ilyesmi rendszerek kapcsán.
Azt annyit, amit így hallottam félfüllel, hogy eléggé visszafogja a gépet. Hát eléggé, hát na, mit tudom én, ilyen néhány FPS esés lehet más játékokban, mert ugye folyamatosan fut. Nem tudom, utána olvasok, majd és beszélünk róla. Még lehet, hogy utolsó e-sport órán majd ez lesz a téma. Nem tudom, hogy neked az e-sport óra aktuális-e, de nyugodtan benézhetsz, hétfőn van 10-től egyébként. Bár hogyha nézted a Valorant streamet, akkor lehet, hogy képbe vagy. Jó, hogy mit gondolok a gameről? Hát én élvezem alapvetően, de én nem vagyok e-sportoló. Majd az e-sportolókat kell megkérdezni, hogy ők hogyan élvezik a gémet. Én nekem tetszik, szerintem biztos vagyok benne, hogy komoly e-sport faktor lesz. Az, hogy mindent fel fog forgatni, azt azért nem hiszem, de én biztos vagyok benne, hogy a Riot bele fogja investálni azt, amit bele kell investálni, lesznek biztosan komoly versenyek. Én még azt se tartom kizártnak, sőt, hát nem is az, hogy biztos vagyok benne, de én valószínűsítem, hogy az Overwatch sikerét meg fogja haladni. Tehát azt szerintem meg fogja haladni. De meglátjuk, jósolni nehéz azért, főleg így e-sport terén. Nyilván a játék nem korszakalkotó, tehát ezt tudjuk, de egy nagyon letisztult, nagyon egyszerű valami, amiben van egy kis frissítés is. Ugye a Cségóra gondolok itt elsősorban, hogy van egy kis frissítés is benne. Én nekem tetszik a game, hogy őszinte legyek, majd meglátjuk, hogy milyen nézni. Majd meglátjuk. Már versenyeket. Jó, na menjünk is tovább, és ha már ez a forráskód van nyitva nekünk, akkor ugorjunk egy kicsit, ugorjunk most át a lexikális elemzőket, ugye itt van nekünk a, hát áthúzom ide, hogy lássuk, hogy van nekünk ez a saját lexikális elemző, meg van a Leadspeak progink, ezeket most ugorjuk már át, majd folytatjuk hamarosan, hanem akkor nézzük már meg ezeket a források olvasása feladatot, tehát ezeket a kis kódcsipeteket. Jó? És akkor itt ugye, hogy milyen bugok vannak, splint mit csinál, stb. Jó? Ezekre pillancsunk már rá. Na, hát itt a copy-paste-et fogom alkalmazni agresszívan, mert miért is ne. Ugye rögtön itt az elsővel kezdenénk, ez a signal interrupt. Na most a splint miatt én visszaírom ezt sima C89-re, majd, mert a splint ez emiatt reklamálna. Jó, úgyhogy nyilván itt a szignállal kezdenénk a dolgot, meg hogy ez a szignálozás, ez mit is jelent. Mindjárt ezt meg is mutatom, de ez még mondjuk meg is van itt fejtve a könyvben a gyári példában is. Itt csak annyi történik, hogy ha itt a interrupt jel ignorálva van, akkor legyen továbbra is ignorálva, egyébként meg kapjuk el. Jó, ezt a könyvben majd megnézitek, hogy mi ez. De nézzünk is rá, hogy mi is ez a szignál. Ugye különböző ilyen Unix meg tehát Unix jellegű jeleket tudunk elkapni. Hát az, hogy most ez másban hogyan nyilvánul meg mondjuk egy Windowsban, abban most fogalmam sincs. Unixban ez elég jól működik. Ugye ilyen Ctrl-C, meg különböző jelzéseket tudunk küldeni az op rendszeren belül, és ugye mindegyikinek van egy száma, úgymond, de ezt ilyen konstansokkal helyettesítjük. Hát, vagy szimbolikus változókkal, most ezt meg nem mondom már nektek. Valahol ez föl van sorolva, hogy ezek mik, hát pont nem itt. Mindegy, valahol ez föl van sorolva, lehet, hogy egy másik manuál lapon, mindegy is most. Jó, tehát egyrészt kell ugye az, hogy mit kezeljünk, meg az, hogy mi kezelje. És akkor itt most egy függvényt fogunk mi itt erre készíteni. Hát, elég barbár lesz, de most ez nekünk alapvetően elég is. Hát mit csináljon ez a függvény? Semmi különöset. Egyrészt írja ki az, hogy elkaptuk ezt a jelet. Tehát jel érkezett. Meg hát lépjen ki a program. Jó, léptessük ki a programot, ezt is nagyon ilyen barbár módon. Miért is ne? Jó, ha már úgyis Ctrl-C-t akarunk elkapni, akkor lépjen ki. Jó, hát kell nekünk a header,
Meg szerintem az exit miatt kell még majd egy. Az, hogy ez melyik lapon van. A harmadik lapon, ez meg a lib kell. STD lib. Jó, de hát ugye a puding próbálja az evés. Nézzük, hogy működik-e. Oké, és működik. De ugye nem fogjuk látni, mert nyilván a programunk csak simán le fog futni, hanem akkor ide bedobunk egy végtelen ciklust, ami nem fog csinálni semmit. Jó. Látjuk, fut a végtelen ciklus. Oké is. És akkor most én kilőm egy Ctrl-C-vel, és látjuk, hogy ez a Ctrl-C kezelő, ez a jelkezelő, ez itt úgymond elkapta ezt a jelet, és átadta a vezérlést a jelkezelő függvénynek, ami ezután lefut, és hát, tehát ideugrik a vezérlés, úgymond. Jó, és ez szépen lefut. Na most, miért is érdekes ez, meg miért is szoktuk ezt a Ctrl-C, vagy akármilyen jelkezelést használni. Nem tudom, mondtam-e példának, amikor ez szóba került órán, hogy régebben voltak, sőt, lehet, hogy itt a csatornán is mondtam, mindenki elmondom még egyszer, hogy régebben volt a hálózatok tájnak ilyen beadandója, hogy szerver, tehát ilyen szerverkliens programot kell tenni, valami egyszerű kis játékot, és akkor ott ment ugye megint ez a lottózás, hogy ki milyen programot húz, és aki nehezebbet húzott, az jó, megszívta, de mindegy, a lényeg, hogy nekem sikerült egy baromi nehéz programot, egy ilyen fej vagy írás programot kihúznom, ami két játékos játszott hálózatba fej vagy írást. Na most, nyilván egy ilyen fej vagy írás programot logikailag megcsinálni az ilyen, hát nem azt mondom, hogy egy hétvége, de mindegy, tehát azért pikpak megvan. Ezzel szemben, aki mondjuk sok programot húzott, hát köszönöm szépen. Na mindegy, itt a hálózatos része az, ami talán érdekes, hogy ilyen hálózati kommunikáció hogy működik, és akkoriban C-be kellett megírni mindenképpen a szervert, ami hát nem azt mondom, hogy tehát sokat lehet belőle tanulni, de a valóságban eszembe se jutna C-be megírni egy ilyen szerverprogramot, de mindegy, C-be kellett megírni, és hát ott elég sok szenvedés van, mert ott tényleg nagyon sok ilyen struktúrával kell foglalkozni, meg ilyesmi. Ezzel szemben mondjuk egy Java szervert összedrótozni, meg hát most nem azt mondom, hogy két sor, de jóval egyszerűbb. Jó, és akkor ugye nyilván ott jött a probléma, hogy ugye írtam a programot, ugye akár tehát a szerver oldal, kliens oldal, és ugye mindig az volt a probléma, hogy ugye Ctrl-C-vel kilőttük, mert nyilván a szerver az egy végtelen ciklus volt, és ugye ott egy ilyen egyszerű szelektes ilyen multiplexert szervert készítettünk, és ott ugye nyilván egy ilyen végtelen ciklus volt, mert ugye a szerver az mindig fut. És ugye valamit kellett ezzel csinálni, mert hogyha nem működött, újra akartuk indítani, akkor nyomtam egy Ctrl-C-t, na igen, ám csak akkor azok a portok, amiken kommunikált, azok úgymond ott lógtak továbbra is a levegőbe. Jó, főleg a kliens oldal, mert ugye a kliens oldal ugye ettől nem halt le, hogy én kinyírtam a szerver oldalt. És ugye kellett valami, és akkor ugye jött ez a szignálos jelkezelés, ugye én is tanultam ezt Prog1-ből, hát kb. Ugyanígy, ahogy ti, csak akkor még ilyen laborkártyák formájába el kellett magyarázni, hogy ez micsoda. És mondom, akkor ezt építsünk már be a programba, és akkor ez a jelkezelő függvény csinálja már meg azt, hogy egyrészt küld egy üzenetet a klienseknek, hogy a szerver oldal most meg fog halni, és ennek hatására ugye a kliens oldalok is, kliens oldal is szépen tud diszkonnektálni, tehát szabályosan, valamint a szerver is állítsa le magát, tehát egyrészt szabadítsa fel a lefoglalt memóriákat, ugye a különböző ilyen hálózatos struktúráknak, meg ugye mindenféle egyébnek, meg ugye az, hogy álljon le ő is szakszerűen, tehát szabályosan, zárja le a szoketet, zárja le a portokat, mindent, amit kell. Jó? És ezt ezzel a jelkezelővel tudtuk megoldani, hát már aki megtudta, mondjuk én mindenképp ezt így oldottam, tehát én ezt így oldottam meg, na és akkor erre jó egy ilyen jelkezelés például. Nem azt mondom, hogy ez most akkor egy ipari szabvány, tehát azt azért azt meg kell jegyezni, mert nyilván megvan a módja annak, hogy egy szerver oldali alkalmazást hogyan kell leállítani, de ez itt most ilyen hálóbeadandóra tökéletes volt.
Most nem tudom, hogy hálóbeadandótok van-e esetleg még ilyen programírás. Én amúgy látnék benne poént, bár nem prog egyel párhuzamosan, hanem egy kicsit később lenne, szerintem szerencsésebb, mert most még ez azért nem biztos, hogy olyan egyszerűen kivitelezhető mindenkinek. Jó? Na mindegy. Ezt mindenképp el akartam mondani, hogy például én a jelkezelést erre használtam, de sok más egyébre is lehet. Ez most csak egy példa. Jó. Na de nézzük akkor meg ezt a kis forráscsipetet. Hát szerintem ezzel úgy alapvetően nincsen gond. Nyilván azért itt mondjuk még a szignálnak a visszatérését el lehetne kapni esetleg meg ilyesmi, de ezzel most ne is foglalkozzunk, hanem inkább nézzük meg ezt a hogy mit kér a feladat. Ugye azt kéri, hogy itt bugok lehetnek, tehát sok csipet kerülendő, bugokat visz a kódba. Hát nem biztos, hogy amúgy ez a szignálos az, hanem majd a későbbiekben fogjuk látni. Na de azért nézzük meg Splintre, hogy mit mond ez nekünk. Ugye azt láttuk, hogy simán lefordul és lefut, de akkor nézzük meg, hogy a Splint mit mond rá. Na most itt dob nekünk három warningot. Azt mondja, hogy közben figyelem, hogy látszik-e még, hogy majd, ha nem látszik, úgyis leveszem a kamerát. Azt mondja, itt ír egy olyat, hogy return value ignored. Hát kiteszem nagyobbba is, akkor látszik. Tehát egyrészt az, hogy a return value az ignored. Így van. Ez a szignálnak a visszatérése. És mégpedig a második hívásnak itt. Jó? Tehát itt látjuk, hogy van egy return value, amit nem kapunk el, úgymond idézőjelbe, tehát nem használunk. Hát igen, erre szoktak warningokat írni. Hát használjuk. Mindegy. Itt most amúgy egyébként nem osz, nem szoroz. Okés. Na akkor következő, ugye unreachable code, tehát ez a return nulla. Tehát ez a kód ide soha nem fog érni a vezérlés. Ugye? Tehát ide soha nem fog elérni a vezérlés, ugye ezért a végtelen ciklus miatt. Jó, tehát ez is egy warning. Tehát látjuk, hogy itt ez a return nulla, ez itt, hát nem azt mondom, hogy fölöslegesen van, de itt jelzi nekünk a Splint, hogy ezt sose fogjuk elérni. Jó, ez egyébként a feladatnak nem része, a feladatban nem kér végtelen ciklus, csak mondom, hogy van egy ilyen. Oké, és jó, illetve van egy ilyen, hogy ez a function exported, but not used outside version. Hát igen, itt körülbelül igazából ez csak annyit jelenti, hogy minek rakjuk ki külön függvénybe, hogyha úgyis csak itt használjuk. Ne rugózzunk rajta, ezt egyébként fogom ignorálni innentől kezdve. Lesz egy csomó függvényünk innentől kezdve, ami ezt a warningot fogja okozni. Ignoráljuk, jó? Oké, és ignoráljuk. Na, tehát eddig azért olyan nagy hibát nem követtünk el. Oké, és kazart, hát az a baj, olyan szerencsétlenül jön ez ki, mert hálóbeadandót írni, ami alapvetően nem egy egyszerű program, prog egyel párhuzamosan, hát nem biztos, hogy szerencsés. Nem biztos, hogy szerencsés. Korábbi tematika szerint Prog 2-vel volt talán párhuzamosan, hogyha jól emlékszem. Úgy talán egy kicsit már egyszerűbb volt. Meg volt hozzá tudás ugyanis. Most még nem biztos, hogy megvan hozzá mindenkinek. Na jó, menjünk tovább. Itt a könyvben van két for ciklus. Jó, én ezzel nem foglalkoznék, ez itt is megjelenik nekünk, csak nem 5-ig megyünk, hanem 10-ig. Hát az, hogy most i++++i, mindegy, jó. Inkább menjünk tovább, és nézzük meg ezt a negyediket, jó. Tehát erre is írjunk egy ilyen kis ciklust itt, jó. Hát egyrészt kellene nekünk ugye egy tömb akkor. Hát milyen tömb legyen, sima integer tömb kéne, ugye? Tehát legyen meg ez a tömbünk, legyen mondjuk 10 elemű. Miért is ne? És akkor írjuk meg ezt a for ciklust.
Hát íre mehet, mindegy igazából. És akkor itt ugye megyünk 10-ig. Hát itt 5-ig van a könyve, de menjen 10-ig. És akkor a tömnek az i-edikje legyen itt egyenlő i++-szal, tehát itt csináljuk meg ezt a léptetést. Jó, hát ez tényleg már egy első ránézésre is rettenetesen néz ki. Hát és akkor itt is írjuk ki ugyanazt, amit az előbb, csak hogy ne legyen üres. Jó. Ne legyen üres. Hát remélem nem írtam el. Oké. Okay. Azért nézzük meg, hogy lefordul-e. Jó, hát itt már nekünk valami warningot is ír rögtön. Jó, hát ez a második, ez ugye az, hogy beállítottuk, de nem használjuk. Hát akkor legyen a tömb i-t, amit kiírunk. Hát legyen a tömb i. Legfeljebb egyel kevesebb hibát kapunk. Jó, okés. Jó, és akkor még itt az i kapcsán is reklamál, hogy itt figyeljünk, mert itt a működése az problémás lehet. Jó? Tehát figyelnünk kell. És akkor nézzük meg, hogyha futtatjuk, mi történik. Jó? Hát itt szépen kiírja nekünk ugye az első 10 elemet, ugye ez az első ciklus. Aztán kiírná nekünk ugye a többit is, de itt már látjuk, hogy van egy kis bugi. Oké? Tehát itt ugye, mert egész egyszerűen átlépjük a tömbnek a nulladik elemét. Tehát itt már megy a bugi. Jó. De tehát ez már rögtön látszik. De azért nézzük meg a splintre is, hogy a splint mit mond. Hú, hát itt már a hibák tengere. Kicsit a kamerát lekattintom, és akkor itt, hogy lássuk, hogy ugye egyrészt, mondom, a kamerát lekattintom, de akkor csak nem sikerült. Jó. Tehát, hogy lássuk, hogy ugye itt a return value az továbbra is, és akkor itt lesz a lényeg. Tehát itt lesz nekünk a lényeg, ez a expression has undefined behavior. Jó. Tehát az, hogy nem definiált a viselkedés ennek a kifejezésnek, hogy ilyen szépen magyarra fordítsam. Ugye, tehát az, hogy a left operandus, tehát a baloldali operandusa ennek a értékadásnak, az i-t használja, viszont azt meg módosítja a jobb oldali operandus. Jó, és ez, tehát nyilván ez így nem okés. És akkor itt ki is fejti nekünk a kis regénybe, hogy mi is itt a probléma konkrétan. Jó, tehát ez egy undefined behavior, ez nem jó nekünk. Oké is. Jó, tehát ez így komoly, komoly hiba. Jó, rendben van. A többi az, ami eddig is volt, ugye ez a unreachable code, tehát hogy nem jut a vezérlés a returnig, vagy hát erre a részre. Most az, hogy itt egy return van, az már más kérdés, meg hogy a jelkezelő exportja. Jó, tehát amit a könyvbe be kell rakni, az tulajdonképpen ez a hiba, hogy itt, hogyha ezt így írjuk meg, akkor ez egy undefined behavior. Jó, ennyi itt a lényeg igazából. Na de menjünk is tovább, mert itt cifrázódnak a dolgok. Hát mit kéne ezzel csinálni? Ugye, hát csináljunk két tömböt, az dobjunk rá egy-egy pointert. Mit szóltok hozzá? Mert talán az úgy mutatni fogja. Jó, tehát akkor csinálunk még két tömböt. Mondjuk ez legyen a DT. Mondjuk ez legyen most 40 elemű, mindegy igazából, meg legyen egy ST, az is 40 elemű. Jó. Hát szerintem itt integer tömb az. Hát ja. Hát ja, ja. De meglátjuk, hogy ez így rendben lesz-e.
Jó, és akkor ezekre kéne állítani szerintem egy-egy pointert, és akkor ez lesz ez a... De akkor miért erre, erre? Jó, hát mindegy igazából. Nem biztos, hogy ezt ennyire cifrázni kéne, de csináljuk meg akkor így. És akkor megint nézzük ezt a ciklust. I kisebb, mint n, de akkor kéne n is. Mondjuk legyen akkor ez az n, ez 40. Mondom 40. Jó, tehát menjünk 40-ig, és akkor tegyük be ide ezt a gyönyörűséget. Ugye itt az már egy warning lesz, hogy... Már egy warning lesz, hogy ugye ez nem logikai kifejezés. Jó, tehát ez nem egy szabályos logikai kifejezés, ide meg ugye valami olyasmi kéne. Mondjuk, ugye ez meg az. Tehát ez egy logikai kifejezés, ez nem logikai kifejezés, tehát ez már egy warningot fog nekünk eredményezni. És akkor nyomjunk ide egy i++-t. Nyomjunk egy i++-t. Jó, hát ez most csináljon-e valamit? Hát mindegy, igazából ez is írjon ki simán számokat. Jó, mindegy egyébként. Teljesen mindegy. Jó. Na, hát reméljük jól dolgoztunk, de mindjárt a GCC segít. Hát elvileg igen. Nézzük meg, hogy lefut-e. Aha, igen, itt már van valami probléma. Ugye, tehát ez akkor itt nem is úgy fut, ahogy kéne. Jó, tehát már ez, ugye ez itt probléma, de... Aha, jó, oké is. Na és akkor nézzük meg, hogy a splint mit mond rá. Ja, csak kiteszem nagyba ezt a terminált, mert akkor jobban látjátok. Jó, na az biztos, hogy van probléma. Ez megint a return value, expression, undefined. Jó, és akkor itt van ez a hiba. Ez write operand of and is non-boolean. Jó, tehát ennek valami integer a típusa, hogyha jól értelmezem. Jó, és akkor itt írja is nekünk, hogy mi az a kifejezés, amivel problémája van. És akkor itt van, hogy egy ilyen boolean operátornak az egyik operandusa az nem boolean. Jó, tehát ez már megint egy warning. Egy problémás rész. Jó, okés. Na. Flor, átnéztük. A Schwarzeneggerre meg a sejténre gondolsz, ugye? Csak már azokat átnéztük. A izéket nem egyedül a gimpes feladatokat. Jó? Tehát a Schwarzeneggert átnéztük, legalábbis én arra adtam egy megoldást, hogy az most jó-e vagy nem, azt nem tudom. Elvileg hamarosan lesz videó Norbi csatornáján is azokról, de én azokat megcsinálgattam, legalábbis a két MNIST-es példát mindenképp, ugye a Softmax meg a MayMNIST-et, ugye a malmivel én nem foglalkoztam, mert hát azt szerintem csináljátok ezerrel, meg a Norbinál ott content erről van bőségesen, meg amit még néztünk, az a ugye a sejtimből a Lisp-es faktoriális számítás. Azokat megcsináltuk itt a csatornán. Nem tudom, hogy ezen felül szeretnél-e még valami feladatot. Én a gimpesekkel nem akarnék foglalkozni. Jó, na közben menjünk tovább, és akkor nézzük meg ezt a kis printf-et, hogy itt mi a probléma. Ugye itt is látjuk, hogy hívunk valami kis függvényt, és akkor ott a paramétereket változtatjuk egyszer így, egyszer úgy, akkor a függvénynek van valami visszatérése is. Hát itt megint hasonló lesz a probléma, az undefined behavior, mert hogy ugye tudjuk, hogy C-ben a paraméterek kiértékelési sorrendje az
nem meghatározott. És itt ugye látjuk, hogy a printf is egy, tehát a printf-nek ugye ezek paraméterei. És akkor ugye melyiket értékeli ki először, ezt vagy ezt? Mármint, hogy ezt a paramétert, vagy ezt a paramétert. Ez az, amit nem tudunk ugye, nem tudunk megmondani. Jó, tehát ezt nem tudjuk megmondani. De azért nézzük meg, és akkor lássuk, hogy tényleg mi van. Na most ezt a printf-et simán kikopizom, és akkor hozzáírjuk a függvényt. Jó, A változónk van-e? Szerintem nincs, akkor csináljunk egy A-t. Ez mondjuk legyen most a válasz a kérdések kérdésére. És akkor itt ugye csináljuk meg ezt a kis függvényt, aminek ugye integer visszatérés kellene. Jó. Tehát akkor legyen ez a kis f függvény, és akkor hát simán csak másoljuk le lokálba. Jó, tehát egyelőre ne pointert adjunk át, mert lesz pointeres is majd. Jó, tehát lemásoljuk lokálba, és mondjuk simán csak csináljunk annyit, hogy hát nyomkövetés mindenképp legyen F-ben, és akkor ide kiírjuk a paraméterek értékét. Jó, tehát nyomkövetés az legyen. És adjuk vissza a két számnak az összegét. Mit szóltok hozzá? Jó, visszajuk a két szám összegét, és akkor ez itt meg fog jelenni. Ha minden igaz. Jó. Ide is nyomunk egy kis nyomkövetést. Ez pedig a F-en kívül lesz. Jó. Na nézzük, hogy jól dolgoztunk-e. Lefordítjuk. Hát itt alakulnak a warningok. Jó, itt megint van egy ilyen, hogy ez a operation on A may be undefined. Jó, tehát itt is lehetnek, itt is jelzi nekünk. De azért futtassuk le. Nézzük meg, mi történik. Jó, itt látjuk, hogy pörög a végtelen ciklus. Majd mindjárt megállítjuk. Ugye F-ben 43-43. Ugye kétszer hívjuk. De ide miért nem ugrik a vezérlés most vajon? Ja jó, oké. Már el kell, ja, jó, így már világos. És akkor itt vagyunk F-en kívül, itt meg egy 88-86. Jó, oké. És tehát egyszer hívjuk az F-et, aztán még egyszer hívjuk az F-et. És aztán F-en kívül pedig ugye a kettőnek az eredménye. Jó? A kérdés az, hogy megint, hogy mit akartunk. Hát ilyet ne akarjunk. Jó? Tehát ez nem szerencsés így. Jó? De nézzük meg a splintet. Megint csak. Hú, itt már pörögnek a problémák. Jó, itt a return value megint. Ez megint ugye az undefined behavior, ez a non-boolean. És akkor itt jönnek ezek a problémák, hogy a második argumentum az módosítja át, amelyet használ az első argumentum. Jó? És akkor megint itt, hogy order of evaluation of actual parameters is undefined. Jó? Tehát megint az, hogy nincs definiálva a paraméterek kiértékelési sorrendje, és akkor itt van nekünk ez a Ez ki is emeli nekünk, de itt megint ez van, hogy ez az első argumentum. Tehát ez meg a másik ilyen problémás dolog. Jó? Ez az egyik, és itt pedig a másik, ez pedig már a printf-re vonatkozóan. Jó? Tehát itt már a printf argumentumaira vonatkozóan van nekünk egy figyelmeztetésünk, egy bugunk. Jó? És ez pedig a másik, tehát itt a párja a printf-en belül. Jó, látjuk, hogy a második argumentum az ugye ez. Jó, tehát a printf második argumentum ez, printf harmadik argumentuma pedig ez. Jó, és akkor itt is, hogy módosítja azt, amit a másik argumentum használ. Jó, tehát érezzük akkor, hogy mi a helyzet itt. Itt sok probléma van. Jó, és itt a működésben is azért ez látszik, hogy azért itt lehetnek problémák. Jó. Na menjünk tovább.
Nézzük meg a következőt. Ez egy egyszerű printf, de azért ez is rejt magában hibákat. Hát C-ben vagyunk, még talán annyira nem is vészes, de azért itt is lehetnek gondok. Na most itt is az A-t fogjuk használni, viszont írjunk már egy másik függvényt, legyen ez a G, és akkor ez pedig legyen a G-n kívül, hiba kezelve. Jó, tehát ez most egy másik függvény lesz. Hát, mit csinálni ez a függvény? Ez is legyen int visszatéréssel. Ugye nyilván int paraméterre ez muszáj is. És akkor itt is legyen egy kis hibakezelés. De ugye itt egyel kevesebb paraméterünk lesz. Még csak x-et nézzük. Ez g-ben van. Jó, hát, és akkor adjuk vissza mondjuk a hát x2-t most. Jó, tehát adjuk vissza a dupláját. Hát x2-t. Jó, hívási helyen jónak néz ki. Oké is. Na lássuk. Jó, hát szokásos reklamálás. Ez most elengedjük. Mi történik, ha fut? Ugye itt is átadjuk a paramétert, ugye visszakapjuk az eredményt. De a G-ben miért nincs? Hát ez a szignálozás lehet, hogy egy kicsit megzavarja a dolgot. Miért nincs itt nekünk hiba kezelésünk? Hát lehet, hogy ezt a szignálozást most kiveszem. Csak mert elég jó megzavarja a dolgot, meg a végtelen ciklust is kiírtjuk. Nem kell ez most ide. Na, mindjárt működik. De lehet, hogy csak én nem láttam, mert vaksi vagyok. Jó, tehát most már így akkor jó lesz. Hát igen, ez a jelkezelés, ez tud okozni problémát. Na, alapvetően itt látjuk a F-et, G-t, G-n kívül. Jó, hát még azt mondanánk, hogy annyira nem is vészes, tehát ez még akár jó is lehet. Na most nyilván itt C-be vagyunk, tehát itt olyan nagy probléma még nem lehet. Ugye a probléma talán akkor lehet C++-ba, hogyha itt referenciát adunk át. Ugye? Mondjuk nem ebbe a függvénybe, mert itt ugye csak egy eredményt adunk vissza, de ugye, ha itt mondjuk referencia lenne, és azt mondanánk, hogy nem ilyen tömören fogalmazunk, hanem így, és aztán visszaadjuk x-et, akkor már lehetnek problémák. Ugye? Mert hogyha itt referenciát adunk át, akkor ugye itt ez az x, az ugyanaz lesz, mint itt kint a. Jó? És itt akkor már lehetnek problémák. De most nem erről van szó, C-ben vagyunk, de azért ez se szerencsés. Jó, nézzük meg Splinter, hogy mit mond. Oké, és egyre több a hiba a kódunkba, vagy hát mondjuk most párat kiírtottunk, mert most már elérhető a return. Jó, ez sem az. Jó, hát itt most csak a G-függvényt reklamálja. Tehát ez a exported but not used outside. Jó, hát ez akkor még annyira nem is problémás, de ez se szerencsés alapvetően. Mondom, itt tényleg a referencia miatt, hogyha ha C++-ba használnánk a referenciát, akkor lehetnek problémák. Jó, na de menjünk is tovább, nézzük meg, hogy mi van itt még nekünk. Ugye ennek a párja van tulajdonképpen, amikor itt memória címét adjuk át a változónak. Jó, nézzük meg ezt is. Ez egy másik függvény lesz megint csak. Ez mondjuk már legyen a H. Jó, és akkor itt látjuk, hogy egy paramétert fog kérni, majd egy memória címet fog kérni. Tehát akkor hát módosítsuk ezt, én azt mondom. Hát, itt egy pointert kérünk,
Ez a H-ben van. Jó, ezt itt dereferenciáljuk, mert pointer. Ezt is. Még talán jó is. Hát, itt most adjuk vissza a cím, hát nem, nem a címet. Címet? Hogy lenne ezt érdemes, ne a címet. Értéket adjuk át. Ugye? Hát nézzük meg. Jó, warningok ugyanazok. Oké, és akkor... Jó, na mit látunk ugye a H-ban? Itt kírjuk, hogy ez 44, mert ugye... Milyen 44? Na már elvesztettem a fonalat. Nem is 44-nek kéne lenni, hanem 42-nek, de... Ja, itt ugye növeltük, tehát ezért lesz 44, jó, így akkor világos. Oké, és tehát átadjunk 44-et. Jó, nyomkövessük már ki itt is. H-ban 2. Jó, ott megszorozza a 2-vel, tehát itt visszaadja az értéket. És itt pedig... oké, és itt pedig ki is írja. Jó. Na hát azért ez is problémás, mert... Ugye itt is a sorrend azért nem meghatározott. Jó? Tehát most először ezt értékeljük ki, aztán ezt, vagy fordítva. Ugye? Mert hogyha ezt értékeljük ki először, akkor oké, ez itt 44 lesz, viszont ha ezt, akkor ezt itt megváltoztatjuk 88-ra, ugye itt ezzel a kis függvénnyel. Jó? Tehát ez már itt problémás. Jó, most az, hogy itt return-ölünk is, az ugye itt a függvény miatt érdekes. Jó? Na de itt is, ezt is nézzük meg a splint-tel, hogy mit mond. Elmentettem, úgyhogy pillancsunk rá. Jó, hát itt megint lesznek hibák, de itt most csak a hát jelzi. Jó, hát igen, érdekes, hogy ezt nem jelzi problémának, de maradjunk annyiba, hogy azért ez is problémás alapvetően. És remélem nem írtam el. Itt a hát. És... Ja. Jó. Rendben van. Na, ezzel kapcsolatban van-e esetleg kérdés? Ezzel a források olvasása feladattal kapcsolatban. Mert ennyi lenne igazából. Jó. Tehát nyilván itt a splintre megnézegetjük, írunk egy ilyen kis programot, nyugodtan a szignált is benne lehet hagyni, tehát igazából az is valami, szerintem én vissza is teszem, hogy majd így egybe töltsem föl. De alapvetően szerintem ez egy viszonylag érthető feladat, de azért dobjunk be kérdéseket, hogyha van. És akkor még ezt a végtelen ciklust ide tesszük. Jó, tehát nyugodtan, hogyha van valami kérdés, akkor azt tegyük föl bátran. Jó. Na, viszont akkor, ha nincs, akkor menjünk tovább, és akkor nézzük meg ezt a lexikális elemzőt. Ugye első feladatban olyat kér, hogy ami megszámolja a bemenetén megjelenő valós számokat. Tehát olyat... Na, mindjárt meg fogjuk ezt nézni. Lexet fogunk használni, mert az a legegyszerűbb. És ezt fogjuk most így közösen megírni, egy nagyon egyszerű kis lexert, nyilván a példa alapján. Jó? Tehát a példa alapján fogjuk megírni egy kis lexer kódot. Dokumentációra megint nem térnék ki feltétlenül olyan részleteibe. Hát majd a szabályrendszert átbeszéljük, hogy pontosan hogyan is néz ki egy ilyen dolog, de tényleg most csak úgy, mondom, hogy felületesen, de azért nyilván most nem fogunk belemenni mélységébe, hogy mi micsoda. Jó? Na, úgyhogy akkor ezt mentsük is el, ilyen real néven, és egy lexer file lesz, tehát elkiterjesztéssel. Jó.
Hát a Sublime ezt már nem nagyon ismeri, úgyhogy a Code Highlightingra most ne nagyon építsünk. Na és akkor kezdjük el, ugye alapvetően nyilván a C résszel, meg ugye a szabályrendszer résszel fogunk kezdeni. Ugye nyilván a C részben egyelőre csak egy include lesz, meg egy integer, mert azt ugye előre kell deklarálnunk. Jó, tehát lesz itt egy include, mert majd kell egy kiírás. Jó, tehát lesz itt egy include, meg inicializálunk itt egy sima számlálót, ebbe fogjuk számolni, hogy hány változót adtunk a bemenetére. Oké, és jó, és akkor innentől pedig jöhet maga majd a szabályrendszer, csak először ugye azt meg kell nekünk mondani így legszerbe, hogy számokat akarunk majd itt mi nézegetni, tehát ilyen ezeket a digiteket fogjuk nézni. Jó? Na és akkor itt jöhet tulajdonképpen maga, hát úgymond a szabályrendszer, hogy pontosan mit is csináljunk, és akkor ugye ilyen digiteket fogunk nézni, tehát miből áll egy valós szám, most tulajdonképpen azt kell nekünk itt leírni. Hát ugye nyilván számokból áll, ugye itt a csillaggal jelezzük, hogy tetszőleges számú ilyen számból. Na most ugye ez lehet elvileg nulla is, na most nyilván, hogyha ha nulla, akkor tovább megyünk, tehát akkor nyilván nem fogja ezt csinálni. Pontosabban a csillag azt jelenti, hogy legalább egy. Mindig keverem a csillagot a plusszal, ne rugózzunk rajta, majd mindjárt kiderül, hogy elrontjuk-e vagy sem. Ha fordítva van, akkor majd kicseréljük. Jó? Tehát itt annyi a lényeg, hogy ugye mi egy digit, tehát mi egy digit, ugye egy 0-9 közötti szám tulajdonképpen, és hogy mi egy valós szám, hát nyilván valamennyi szám, ugye egy pont, nyilván mert a valós számok legalábbis angol írásrendszer szerint ugye pontokkal van elválasztva, és akkor nyilván a pont után is vannak számok, oké is, de ebből lehet több is, jó? Sőt, lehet nulla is, jó? Nem, a plusz az, hogy több is lehet szerintem, én úgy emlékszem, de mindjárt kiderül. Jó, és ugye ez nyilván nem feltétlenül kell, tehát ugye ez a valós szám az is, ami egész szám, tehát ugye az egész számok része a valós számoknak, tehát nyilván a pont utáni rész az ilyen értelemben nem kötelező. Jó? Na és akkor ugye, hogyha egy ilyennel találkozunk, akkor mi történjen? Ugye itt kell azt most nekünk megadni, és ezt egy ilyen, hát viszonylag sima C-kódban kell megadnunk, hát egyrészt növeljük ezt a real name számlálót, tehát amennyit találtunk, másrészt pedig írjuk ki, ha már itt vagyunk, és akkor nyilván ezt a printf-el tudjuk megtenni, és akkor hát ide simán csak jön ez a real name, és hát szerintem ez a szokott módon zajlik. Hát ezt írjuk ki magát a stringet is, amit talált, meg utána írjuk ki számként is. Jó, hát szerintem írjuk ki számként. Oké, és rápillantok a példára, hogy ott is így van-e. Aha, hát igen, kírja a stringet meg a számot. Így van. Jó, és akkor ugye annyit csinálunk, hogy itt ugye át kell adnunk a szöveget, tehát ugye ez maga az a megtalált string rész tulajdonképpen, ami a valós szám, és ugye nyilván ezt átalakítjuk számmá is. Ezt meg ezzel a sima atof függvénnyel, ezzel a sima beépített C függvénnyel. Jó, hát szerintem úgy alapvetően ennyit csinálunk itt, ha minden igaz. Jó, és nagyjából ez így ennyi is lenne, és akkor ide még nyilván dobnunk kell egy main-t, hogy azon belül mi történjen. És akkor itt pedig hívjuk magát a Lexert, tehát az, hogy csinálja
ezt lexelést tulajdonképpen, és a végén ki még annyit érdemes, hogy írjuk ki ugye a megtalált valós számok számát. Mert miért is ne? Hát talán ennyit kell nekünk itt most csinálni. És a teljesség kedvéért visszatérünk egy nullával. Hát nézzük, hogy jó-e. Reméljük jó. Ugye a Lexel fordítjuk. Jó, hát hibákat ne tegyünk bele, az fontos. Aha, itt egyel több a dolog. Jó, megvan nekünk ugye a C forrás, ugye ez kigenerálja nekünk azt a C programot, ami majd fogja ezt nekünk csinálgatni. Jó, és akkor ezt már tudjuk fordítani. Elefel, azt hiszem a kapcsoló, ha jól emlékszem, így van. És akkor ezt már tudjuk is futtatni, és akkor ez itt nekünk szépen ki is írja, ha talál egy valós számot. Fantasztikus. Jó. Na, és ezt nyilván Ctrl-D-vel meg tudjuk állítani. Hoppá. Erre be is zárom a terminált is. Vagy ezt is Ctrl-D-vel kell. Tehát Ctrl-D-vel tudjuk megállítani magát a Lexert. Na most elindítom újra. Tehát írjuk be itt a számokat. Hát még aránylag jól is működik. Jó, Ctrl-D-vel tudjuk megállítani az inputot, és akkor itt kiírja nekünk a valós számok számát. Tehát, hogy hány ilyen számot talált. Na most próbálok keresni egy szöveget. Hogy ez amúgy hogyan is néz ki. Próbálok olyat, amiben számok vannak. Hát talán ez még jó is lesz. Jó, tehát itt van nekünk ez a kis szöveg. Jó. Ez ilyen, hát mindegy, Wikipédiáról kikopiztam most gyorsan egy szöveget. Látjuk, hogy itt vannak benne számok. Hát valós számok, tehát nem tört számok, de... Vagy mi egész számok, nem pedig tört számok. De mindegy, igazából most nekünk ez jó lesz. Jó, és akkor ezt is simán meg tudjuk itt neki adni a bemenetére, ha minden igaz. Oké, és... És akkor így szépen kiteszi nekünk, hogy miket talált, tehát látjuk, hogy itt kicseréli a szövegbe tulajdonképpen ezeket a számokat. Jó, és hogyha Ctrl-D-vel kilépünk, akkor kiírja nekünk, hogy itt 5 darab számot talált. Jó. Kazárd várható-e drop? Figyelj csak, most nem készültem droppal, hogy őszinte legyek. Amit így... Hát, jövő hétre. Jövő héten, tehát a Cézár fejezet kapcsán lesz drop. Jó. Igen, és most a nézettség bezuhan. Jó. Most inkább ezeket csak csináljuk meg. Hát, esetleg... Hát most gondolkodok, ennél a feladatnál milyen dropot lehetne. Hát most nem. Most nem, majd hétfőn lesz drop, jó? Hétfőn viszont sok lesz, még e-sportórára is. Hát e-sportórán nem adnék dropot nektek. Az lehet, hogy már feszegeti a határokat. Hát labor feladatnak az. Gondolkodok.
Na, meglátjuk, meglátjuk, jó? Hétfőn biztos lesz drop. Riot API-t. A Riot API volt prog 1-en. 1-en. Stoki. Volt a Riot API prog 1-en? Azért mondom, hogy e-sporton volt. Hát persze, hogy lehet csinálni. Hogy ne lehetne csinálni. Majd az, hogy ezekre jár-e labor TP drop, azt még majd kitalálom. Jó. Na, szóval ennyi lenne igazából ez a feladat, ez a valós számok megszámolása. Miért is érdekes ez? Ugye egyrészt azért, mert itt a Lexer végzi helyettünk úgymond a munkát. Jó, ez nagyon fontos. Ez az egyik. A másik, hogyha ezt is saját kézzel akarjátok megírni, úgyhogy jól is működjön, az halál. Jó, megmutatom, ugye beszéltük, hogy itt kigenerál nekünk egy C forrást a Lexer, tehát a Flex tulajdonképpen. Na most ezt csak megnyitom, hogy lássátok, hogy milyen kódot generál. Jó, tehát... Tehát elzsibbad az ujjam. Lassan. És itt vagyunk a végén. És itt a main. Jó? Tehát azért mondom, hogy nyugodtan megírhatjátok magatok is. 1747 sor. Jó? És egy viszonylag egyszerű valamit csinálunk. Jó? Tehát ezért mondom, hogy nyugodtan, tehát használjuk a Lexert, tehát ha ilyen feladatot kaptok bármilyen órán, hogy van egy szöveg, vannak benne számok, tessék, itt van. Jó? Nyilván ezeket a szabályokat át lehet írni tetszőlegesen, tehát nyilván alkalmazkodjatok ahhoz, hogy mi a feladat, de itt van. Lehet használni. Jó? Nyugodtan nézzétek meg a dokumentációját. Hát ennek sem mondom, hogy fenomenális, de azért aránylag használható, érthető. Jó? Oké, és rendben van. Na, így is lépjünk tovább, és akkor egészítsük ki ezt a feladatot a... ugye a LeadSpeak-kel. Jó? Hát ezt is újraírjuk, mert így lenne szerencsés. Hát majd a szótárat szerintem ki fogom copy-pastelni, mert azt most kézzel nem fogom megírni. Jó, na. Ugye ez is a tankönyv, vagy hát a könyvbeli példa alapján fog menni. Semmi különös nincs benne, nyugodtan ti is megírhatjátok nullára, vagy írhattok sajátot. Nagyon jó, hogy láttam nagyon sok saját megoldást, most teljesen mindegy, hogy melyik feladatnál, de sok feladatnál láttam saját megoldást, amik tök jól működtek. Mindegy, itt most megint csak egy ilyen cypher, tehát ezt a legszeres library-t fogjuk használni, tehát tulajdonképpen a Lexert, a Flexet. Jó, úgyhogy nézzük is meg, hát megint elkezdjük ugye ezeket a C-s, úgymond ezeket a, hát a C részét beleírni. Itt is lesz egy csomó include, mert majd ki fogunk írni. Lehet, hogy ezt most csak egy párat fogok ide beírni, mert majd menet közben kiderül, hogy pontosan mi kell. Jó, hát kiírás tuti lesz. Ugye randomizálnunk kell. Hát azt szerintem a... ugye van benne egy kis random, az a libben van. Ugye a randomot szídelnünk kell. Ugye az idővel. Hát az, hogy más kell-e, majd meglátjuk. Jó. Egyelőre ennyi. Na most nyilván majd itt nekünk definiálnunk kell egy méretet is, szerintem ezt majd utólag megcsináljuk, és akkor egy ilyen struktúrát hozzunk létre,
amiben nyilván benne lesz maga a karakter, amit vizsgálunk, hogy egyrészt van-e rá szabály, van-e behelyettesítési szabály, illetve hogy magát a, hogy mire helyettesítjük. Jó? És ez a struktúra, ez akkor nyilván áll egy karakterből, meg állni fog egy léttömbből, tehát amire helyettesítünk, ez egy négy elemű tömb lesz. Jó. És akkor ide jön maga ez a szótár. És szerintem ez az a szótár, amit én itt elegánsan ki fogok copy-paste-elni a könyvből, ha megtalálom. Mert ezt itt kézzel most elkezdeném lepötyögni, és mindenki agyvérzést kapna. Na, hol vagyunk? Azt mondja, hogy... Oké, és... Na, copy-paste a barátunk. Jó, tehát ez maga az a szótár, amit ti is ott láttok a könyvetekbe. Hát, picit tabulálunk, mert ez így nem valami szép. Jó. Hát reméljük a zárójeleket se csináltuk el, de majd kiderül. Jó. Na, és akkor ugye itt vannak a helyettesítési szabályok, amivel majd kicseréljük ugye ezeket a karaktereket. Tehát itt van maga a C, tehát ugye ez, amit helyettesítünk, tehát amit vizsgálunk. És itt van ez a lead szótár tulajdonképpen, hogy mire helyettesítsük. Jó, és akkor látjuk, hogy ez egy négy elemű tömb így, tehát aránylag még működőképes is lehet. Jó, hát de majd meglátjuk, szerintem ez így oké. Ugye a Sublime ezt a Lexert nem nagyon szereti, itt a Code Highlighting teljesen elmegy. Oké, és na. És akkor megvan nekünk a szótárunk. Hát kell egy pontos vesző, ugye a tömb miatt remélem ide. De majd meglátjuk. És akkor tulajdonképpen ennyi lenne itt a... Itt az elején ugye ez a kis C-s rész. És akkor ugye most jön megint csak ugye ez a hát szabályrendszer tulajdonképpen, amit nekünk le kell írnunk. Tehát az, hogy hogyan menjen a helyettesítés. És akkor nyilván itt azt fogjuk csinálni, hogy szépen végigmegyünk a szövegen tulajdonképpen. De igazából nem is a szövegen, hanem ugye a... Tehát ezen a struktúrán, hát ezen a tömbön tulajdonképpen. És akkor erre nekünk kellene definiálnunk egy méretet. És ugye ez lesz nekünk ez a lead size. Tehát itt definiáljuk ezt a lead size méretet, ami ugye egyrészt a magának a struktúrának, meg a ugye a ciphernek a különbsége. Pontosabban a szótárnak és a struktúrának lesz a különbsége. Jó? Tehát és mert úgy tudjuk jól léptetni majd ezt a dolgot. Tehát ez lesz ugye a leaddict osztva ugye a struktúrával, de a struktúrának miért nincs neve? Nem szóltok. Jó, tehát legyen egy, és akkor ugye ez pedig a size of, ugye a cipher struktúra. Legalábbis reményeim szerint. Jó, és akkor itt lesz nekünk ennek a, tehát hogy hogyan kell itt szépen lépegetni. Jó, és ugye ezen fogunk végigmenni egyrészt. Ugye szépen egyesével. Jó. És akkor itt fogjuk majd szépen csinálni azt, hogy vizsgáljuk magát a betűt, tehát szépen megyünk betűről betűre, és hogyha ez amit betűt éppen vizsgálunk, benne van a mi
szótárunkba, ami ugye ez a szótár. Tehát, hogyha ebbe a szótárba benne vagyunk, és ugye a karakter tagja ennek a struktúrának, akkor fogunk helyettesíteni, de itt még azért érdemes egy ilyen kis betűsíteni tulajdonképpen. Így is van ez a tulóver, ugye? Így van. És a tulóvernek pedig magát a karaktert fogjuk átadni, ami ugye ebbe a pointer tömbbe van, és akkor ugye ez fogja majd vizsgálni. Jó? Tehát ha mit csinálunk? Megyünk végig ugye a szövegen, és megnézzük azt, hogy az adott karakter, amit vizsgálunk, benne van-e ebben a struktúrában konkrétan, tehát hogy megnézzük, mert mit, van egy ékezetes betű, az nem fogja megtalálni a P betűt, szépen végigmegy, lejön ide a P betűig, és utána mindjárt írjuk azt is, hogy kicseréli ugye itt valamilyen valséggel. Jó, ezt pont csináltuk, erről volt drop korábban, hogy ezt a cserét megcsináltuk. Jó, rendben van. Oké, és akkor innentől már jöhet a csere is tulajdonképpen, csak még nyilván annyit meg kéne csinálni, hogy ugye randomizálni kellene egy kicsit, hogy így van, tehát ezt a randomizálást itt most megcsináljuk, tehát generálunk egy ilyen random számot. Hát ez a szokott módon nem fogom cizellálni, meg nagyon túlmagyarázni se. Ugye ez a 100-szor rand, párszor csináltam ezt, 100-szor rand, és akkor ugye ide kell még ugye ez a rand maxos hekkelgetés. Rand max, hát plusz egy, így. Legalábbis emlékeim szerint ezt régebben így csináltuk, és akkor ugye ez az R lesz a maga az a random, és akkor itt már tényleg tetszőleges módon lehet ezt csinálgatni. Nyilván ott feladat volt, hogy egyenletes eloszlás szerint cserélje meg ilyenek, hát nem is tudom, hogy csináljuk-e meg úgy. Hát csináljuk meg most, haladjunk, jó? Mert lassan véget ér az óra is. Tehát kiírjuk magát a betűt, de ugye melyik betűt? Hát ugye a lead szótárunk ijedik elemének, ugye a... Hogy is volt ez? Mi volt ennek a neve? A lead. És hanyadik elemét, és itt legyen ez az egyenletes eloszlás. Szerintem ez így rendben is lesz. Jó. Na még egy ilyen adminisztratív dolog, hogy ne menjen mindig végig, tehát egy ilyen segédváltozót ide behúzunk, hogy maga a ciklus az ne fusson a végtelenségig. Jó, és hogyha ez found, akkor álljon meg a ciklus, igen, és hogyha nincs, akkor is írjon ki valamit. Tehát nyilván ez is kelleni fog nekünk. Remélem nem rontom el a ciklust. Jó. Tehát, hogyha nincs, akkor simán csak írja ki a karaktert. Jó, és ugye ez pedig az, amit vizsgálunk. Tehát, hogyha ez azért kell, hogyha valami ékezetes betű van, akkor is írja ki.
Jó, tehát akkor is működjön. Tehát akkor ne cserélje ki, csak írja ki simán. Jó, rendben van. És akkor szerintem a szabályok úgy nagyjából ennyi. Legalábbis remélem. Gyanúsít nekem ez a... Miért kell ez ide? Szerintem ez most így jó. Nem. Na, csak összekavarodok. Jó, próbáljuk meg így, aztán legfeljebb rossz lesz. És akkor kijavítjuk. Jó, és akkor még kell nekünk egy main. A mainbe meg igazából csak annyit csinálunk, hogy egyrészt elindítjuk a legszerést. Nyilván, hogyha végeztünk, akkor visszatérünk nullával. Illetve érdemes még ugye a seedet ugye a randomnak odaadni. Tehát az, hogy ténylegesen random legyen. Ez pedig ugye a time-mal tudjuk. És ha emlékeim nem csalnak, még a PID is. Így van, jó. Itt még bedobom akkor a getpidet is, mert ott van a könyvbe is. Ez igazából csak annyit csinál, hogy lekéri a processnek az ID-ját. Jó, tehát fut a program, és azt a process ID-t fogja lekérni. Na nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Hol van a parancsorunk? Azt mondja, hogy lex, és itt most a lead.el. Aha, hát ettől féltem, hogy itt jönnek majd a hibák. Na, akkor nézzük át, hogy hol lehet a hiba. Azt mondja, hogy itt megkezdjük. Hát egy include hiányzik, mondjuk ennek még nem kéne hibának lennie. Ugye hát a PID miatt. Jó, és akkor hát itt a define kapcsán biztos, hogy nem lehet hiba, vagy hát legalábbis nem ebben a fázisban. Itt majd legfeljebb az Z miatt lehet a C fordítás miatt. Ugye itt jön nekünk a cipher. Oké, és itt van ugye a szótárunk. Hát ez copy-paste volt, ez valószínűleg jó. Oké, és ez is itt jól néz ki. Hát itt is jónak tűnik. Szerintem itt ez oké, és rendben van. Hát mondjuk szabályhiba volt, úgyhogy ezek biztos nem lehetnek rosszak. Oké, és hát, a fene se tudja, nézzük. Oké, és jó. Hát ilyen szóköz, meg ez az amaz hiba, az benne van. Na és akkor lássuk, hogy hogyan is működik. Ugye akkor fordítsuk. Reméljük, hogy most már jó lesz. Aha. Na és akkor itt már jönnek a C-s hibák. Itt több lesz a zárójel. Ja, nézzük még egyszer. Aha. Oké, és na akkor legszeljük újra, fordítsuk újra. Jó, kell a linkelés. Na, még a végén jó is lesz. Na, és akkor futtassuk. Hogy is vagyunk, hogy ugye ez az A pont out. Na, és akkor kéne egy szöveg. Hát ezt az előző szöveget beteszem ide. Oké. Hát igen, az egyenletes eloszlás miatt rettenetesen néz ki. Jó, lehet, hogy ezen kicsit finomítok, és akkor azt mondjuk, hogy legyen most fixen az, hát nulla. Nézzük meg. Ja.
Hát egy fokkal jobb, igen. Jó. Mondom, hát a egyenletes eloszlás miatt behúzott ilyeneket is, és az nyilván nehezen olvashatóbbá teszi. Ez egy fokkal így könnyebben olvasható. És akkor itt meg is van nekünk a létszájfelünk. Jó. Na, akkor. Hát én most mára mondanám, hogy ennyit gondoltam, de még jó lett volna átnézni a deklarációkat is, bár az alapvetően nem egy bonyolult valami. Nyilván ott a függvénypointeres részek kapcsán ott lehetnek kicsit nehezebb részek, de szerintem az nem olyan vészes. Jó, hétfőn azzal fogjuk folytatni, illetve a Cézárt végigcsináljuk. Jó, tehát ez lett volna most, amit így én szerettem volna csinálni. És akkor mondom, folytatjuk majd hétfő reggel 8-tól így a könyvvel, hogy tényleg meglegyen a teljes könyv most már. Nem tudom, ha kérdés van, akkor azt dobjuk be, még van egy kis időnk, ha valami nem világos, vagy kellene egy kis plusz valamelyik fejezetből, vagy ilyesmi. Ugye itt Flor kérdezte, hogy a utolsó két fejezetet megnézzük-e. Ha van valami fejezet vagy feladat, amit újra át szeretnétek nézni, akkor mondjátok bátran, és akkor arra ránézünk. Jó? Oké is. Na, viszont, ha nincs kérdés, akkor én megköszönöm a figyelmet, és tényleg köszi még egyszer, hogy most is ilyen szép számba jelen voltatok. Tényleg ez a könyvnek az eleje, tehát itt ezek már úgy nagy rész készen vannak nektek, de azért érdemes szerintem még egyszer átfutni, hogyha valami nem világos, vagy elmaradt laboron, vagy valaki nem jött laborra, vagy ilyesmi, hogy meglegyen így videóba, és meg tudjátok nézni. Jó? Úgyhogy mondom, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számba itt voltatok, és akkor hétfő reggel 8-kor folytatjuk ugyanígy a progéddel. Jó, további szép napot és kellemes hétvégét. Sziasztok!